Társadalmi kapcsolatok, nyilvánosság, nemzeti és helyi érdekek. Három tanácsnok segíti a Váci testület munkáját ebben a ciklusban. Az alakuló ülésen az Összefogás két képviselőjelöltjét és a Mi Hazánk delegáltját javasolta a polgármester a posztokra. Utazási irodák látogattak Vácra, 17 helyi szolgáltató fogadta 25 utazási iroda delegáltjait, hogy bemutassák a lehetőségeket, amik vonzóvá tehetik a turisták számára a várost. Több előadást is szervez a Váci Idősügyi Tanács a nyugdíjasoknak az őszi hónapok során. Az első alkalommal a személy- és vagyonvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió péntek esti 8 órás híradóját látják. Jó estét kívánok! Három tanácsnok segíti a Váci testület munkáját ebben a ciklusban. Az alakuló ülésen az Összefogás két képviselőjét és a Mi Hazánk delegáltját javasolta a polgármester ezekre a pozíciókra, akiket a testületi többség végül megszavazott. Három tanácsnoki szerepkör létrehozását javasolta Matkovics Ilona polgármester a szerdai alakuló ülésen, ami a testületek munkáját segítené különböző területeken. Társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok feladatkör már az előző ciklusban is volt. Feladatköréhez tartozik továbbra is a környezet állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel való kapcsolattartás, programok előkészítésében való részvétel. Az Összefogás képviselője Jess Kinga kapta meg ismét ezt a megbízást. Új tanácsnoki feladatok is meghatározásra kerültek. A nyilvánosságért felelős tanácsnok feladata lesz a helyi társadalom véleményének monitorozása, a lakossági elképzelések beépítése a döntéshozatalba. Szintén az Összefogás képviselőjét Tótváradi Nagy Bencét támogatták erre a posztra. A nemzeti és helyi hagyományok gondozására is posztot alkotott a polgármester. Erre a feladatra a Mi Hazánkos Rosta Zoltánt kérte fel Matkovics Ilona. Feladata lesz a nemzeti hagyományok méltó megjelenítése a városban, de ő fordítana majd kellő figyelmet a határmenti és testvérvárosi kapcsolatok ápolására is. A kormánypártiak Mokánszky Zoltán véleményét követve, aki jelenezte a tanácsnoki szerepkörök fenntartását, távol maradtak a szavazástól, így csak 10 vettek részt a titkos urnás voksoláson. Kiesett a Mi Hazánkos Rosta Zoltán a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságból. Az első titkos urnás szavazásnál ugyanis kiderült, hogy első körben egyel több személyt támogattak a lehetséges bizottsági helyekhez képest. A második szavazásnál végül kevesebb támogatást kapott, így ő nem lett tagja a grémiumnak. Újabb kiadvány jelent meg a Váci múmiákról, aminek a bemutatójára egy kerekasztal beszélgetés keretében kerül sor, most szombaton 15 órakor. A főtéri elefántos házban zajló eseményen a 30 évvel ezelőtt felfedezett múmiák és koporsók feltárásában résztvevők beszélgetnek a könyvről, és elevenítik fel a leletek megtalálásának részleteit. A beszélgetés résztvevői Zomborka Márta feltárásvezető, Csukovics Anita néprajzkutató, a lelet felfedezője Forgó József építésvezető, Susa Éva igazságügyi antropológus, valamint Macskási István a Magyar Természettudományi Múzeum nyugalmazott igazgatója. A kiadvány ezen a napon lesz megvásárolható a Memento Mori kiállítóhelyen 18 óráig. Az árvíz levonulását követően szerdán a Váci Városfejlesztő Kft. Folytatta a partszakasz helyreállítását. A munkálatok során gépekkel mosták le a sétányt és a bicikliutat, és az utcegélyezést is elvégezték. A két dunaparti játszótér eszközeit is fertőtlenítették, hogy a gyerekek biztonságosan használhassák. Árvíz után a városfejlesztő munkatársaimmal elkezdtük a kerékpárút takarítását, valamint a két víz alatt lévő játszóterek takarítását, fertőtlenítését, valamint a sétányon lévő padok szintén fertőtlenítését. Turisztikai workshopot szervezett a Vác és környéke TDM. A Püspökvác rendezvényközpontban 17 helyi szolgáltató fogadta 25 utazási iroda delegáltjait, azzal a céllal, hogy bemutassák a lehetőségeket, amelyek vonzóvá tehetik a turisták számára a várost. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének több tagját látták vendégül váci turisztikai szolgáltatók a Vác és környéke TDM szervezésével rendezett workshopon. Összesen 25-en fogadták el a meghívásunkat, ami egy nagyon szép szám, hogyha arra gondolunk, hogy 25 nagy országos iroda látogatott el Vácra. Egész napra készítettünk nekik egy programot. Az első részében tulajdonképpen reggeltől egészen kora délutánig a város
most mutattuk be azokat az attrakciókat, amik a turistákat igazán érdekelheti, tehát az összes vonzerőt. Az esemény célja Vác turisztikai életének felpesdítése az utazási irodák közreműködésével. Az irodákat olyan helyi szolgáltatók fogadták, mint például a Váci Dunakanyar Színház, az Adullám Kávézó, a Stafétaház, a Fónagy Vendég és Borház, a Tragor Ignác Múzeum, vagy az idei ország tortáját megalkotó Édesvonal Cukrászda, bemutatva az általuk kínált gasztronómiai, szállás vagy program lehetőségeket. Délután, miután már megismerkedtek a várossal, úgy gondoltuk, hogy fontos, hogy közvetlen üzleti kapcsolatokat is építsenek, és közvetlen ajánlatokat is kaphassanak, és ezért a Váci turisztikai szolgáltatók és kulturális szolgáltatók között kiküldtünk egy levelet, hogy jöjjenek, egy workshopon vegyenek részt, ugyanis ez a 25 iroda valóban érdekelt és számukra érdekes új desztinációként bevezethetik Vácot. Kelecsényi Ágnes hozzátette, hasonló eseményt legutóbb 2 évvel ezelőtt szerveztek Vácon, a mostaninál kisebb volumenben. Mégis határozottan érezhető volt a pozitív hatás a város turisztikai életében. A workshoptól ezen pozitív hatások fokozódását várják a szervezők. A Deákvár 125 programsorozat részeként pódiumbeszélgetést szervezett a Tragor Ignác Múzeum, amire elsősorban a városrészben született lakosokat invitálták. Az eseményt azzal a céllal hívták életre, hogy felidézzék, milyen volt a résztvevők gyermekkorában Vác legfiatalabb városrésze, és mennyit változott azóta Deákvár. A múzeumban tartott beszélgetés résztvevői a legfiatalabb városrészben töltötték gyermekkorukat, ami akkoriban sokkal inkább hasonlított egy kis faluhoz, ugyanis annó Deákvár sokkal ritkábban volt beépítve, derült ki a pódium beszélgetésen. Ahogy a jelenlévők felelevenítették, Ódeákváron mindenki ismert mindenkit, szoros kapcsolatban álltak egymással a családok. A disznóvágás is rendszeres program volt Deákváron. A malacok, lovak gyakran az utcán legeltek, ugyanis ekkor még nem volt autóforgalom. A meghívottak között volt Jámbor László építész, aki az első Bauer villában nőtt fel, ugyanis nagyapja tulajdonosa volt az épületnek. Klucsár András fafaragó, faműves. Most a családjáé az első Bauer ház, ő maga pedig az egykori gombási iskolában lakik és dolgozik. Dr. Tomka Nóra fogorvos, Bauer Mihály unokája. Fodor Barnabásné Éva, a Váci Múzeum Egyesület régi tagja, akinek férje a mezőiskolában tanított és kollégiumigazgató volt. Maguk is gazdálkodtak. Csikor Imréné Gizi a Degré villában volt gyerek, szülei voltak az épület utolsó intézői, a villában éltek a lebontásig. Váci Károly őslakos, környezetvédelmi szakember, korábban önkormányzati képviselő is volt. A résztvevőket a múzeum munkatársa Mihalik Judit kérdezte élményeikről, de lehetőség volt a közönség soraiból is kérdést feltenni. Abban a kérdésben, hogy miként látják a városrész fejlődését az elmúlt évtizedekben, a résztvevők egyetértettek, hogy a telkek kisebbek lettek, a lakók kicserélődtek és sokkal kevésbé ápolják a jószomszédi viszonyt egymással. Pozitívumként merült fel viszont, hogy létrejött az Ódeákvárért civil egyesület, amely egy kohéziót hoz létre a deákvári lakosok között. Emellett a civilek nemrég a Bauer Mihály és a Fekete utca kereszteződésében rehabilitálták az egykori Stangli kocsma kerthelyiségét az önkormányzat támogatásával. Nemzetközi sikert ért el a Juhász Gyula Általános Iskola diák tímje a World Robotika Nemzetközi Olimpián. A 3 fős csapat a fenntartható környezet témakörében mérettette meg magát, amihez az iskola által lehívott pályázat adott anyagi hátteret. 4 éve alakult a Juhász Gyula Általános Iskola digitális alkotóműhelye. Ekkor kezdődött a digitális utazásuk, mondta a híradónak az alkotóműhely vezetője. Elmondása szerint idén gondolták úgy, hogy próbára teszik azt, amit az elmúlt 4 évben tanultak. Ezért indultak a World Robotika Magyarországi versenyén, ahol a fenntarthatósággal kapcsolatos témát választották, hiszen az alkotóműhelyben is hasonló témával foglalkoztak a 2. fél év során, ismertette Vargáné Hajdú Alexa. A feladat során egy robotot kellett építeni, ami környezetbarát és a fenntartható jövőt támogatja. A projekt
igazából egy saját élmény köré rendeződött. A korai fagyok Magyarországon, ami végül is elindította az egész ötletet, hiszen voltak a gyerekek Berkenyén az almás kertben egy kiránduláson, és onnan jött az ötlet, hogy saját tapasztalatát a kertben okoz inkább nagyobb problémát, hogyha tavasszal megfagynak a virágok, akkor utána nincsen termés, és ezt a problémát boncolva alkottak a gyerekek egy fenntartható környezetbarát megoldást, hogy ezzel hogy tudok védekezni. A nemzeti döntőn a második helyezést érték el a kategóriájuk korosztályában. Ezzel pedig jogot nyertek arra, hogy Olaszországban a nemzetközi versenyen képviseljék Magyarországot. Projektjük egyedülálló volt, mindent saját kézzel készítettek a diákok. Először is megalkották magát a kertet, az almás kertet, és csináltak egy robotot, ami méri a hőmérsékletet ebben a kertben folyamatosan a kérdéses vagy a problémás időszakokban, valamint alkottak egy fűtőházat, ami napelemmel működik, és ez az automatikus hőmérsékletmérő robot küldi a jelet ennek a fűtőháznak, és amint a fagypont alá csökken a hőmérséklet, akkor a fűtőház beindul, és meleg levegőt sugároz a fák köré, ezzel is védve a fák virágait. Az olaszországi versenyre a világ minden tájáról összesen 30 országból érkeztek a gyerekek. A megmérettetés több napon át zajlott 17 csapat között. A küzdelem szoros volt, közöttük a juhászosok a 9. helyen végeztek, és egy külön díjat is kaptak. A három alkotó Iványi Emma, Szélesi Anna és Sivó Lelle volt. Lelle a munka során a kifestést szerette a legjobban, ahogy darabról darabra elkészül például a traktor, ami a fák hőmérsékletét méri. Ezt a traktort én csináltam habkartonból, és igazából mi programoztuk meg a fákat is, mi csináltuk hozzá. Iványi Emma a fűtőház működését mutatta be a híradónak. Ez a meleg levegőt fújja a növényeknek, amikor egy bizonyos hőmérsékletnél kevesebbet mutat a hőmérő. Hát igazából megmutatja, hogy mennyi energiát termel a napelem, és hogy mennyi energiát fogyaszt. És itt a napelem meg ugye az energiát gyűjti, és az energiát alakítja át meleg levegővé, azzal működik a fűtőház. A gyerekek nagyjából 6 hónapig foglalkoztak a projekttel. Elmondásuk szerint nagyon élvezték a külföldi utat, ahol sokan érdeklődtek a fejlesztésükről, az almás kert működéséről. Az egész projekt anyagi hátterét egy pályázaton való szereplés biztosította, ami a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával valósulhatott meg, amely a globális felmelegedés kérdéskörét járja körbe. Több előadást is szervez a Váci Idősügyi Tanács a nyugdíjasoknak az őszi hónapok során. Az első alkalommal a személy- és vagyonvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet, mely előadáson a Váci Rendőrkapitányság szakemberei tartottak előadást arról, hogyan erőzhető meg a korosztályra jellemző áldozattá válás. Az Idősek Világnapja alkalmából az Idősügyi Tanács 4 előadást szervez a nyugdíjasoknak október és november hónapokban. Az Idősek Egyeteme program keretében az első alkalommal bűnmegelőzés témájú előadást hallgathattak meg az érdeklődők a Művelődési Központ kamara termében október 9-én. Az idősek az egyik kiemelt kockázatú áldozati csoportba tartoznak, ezért a Házhoz megyünk program keretében a személy- és vagyonvédelem területén jellemző bűncselekmény típusokra hívják fel a figyelmet, annak érdekében, hogy ne váljanak áldozattá, tájékoztatott az előadó rendőrfőhadnagy. Ez a fő szempont, hogy meg tudják a saját biztonságukat teremteni, hiszen mindenkinek a feladata a saját biztonság megteremtése, és mivel bizonyos szempontból vételen a korosztályról van szó, ezért tanácsokkal látjuk el őket, hogy ezeket használni tudják akkor, amikor olyan helyzetbe kerülnek, amikor egyedül vannak, és szükséges ezeknek az ismereteknek az alkalmazása. A cél, hogy az egyedül élő idősek is biztonságban érezhessék magukat. Az előadáson a lakásbiztonsággal kapcsolatos vagyonvédelmi és személyes biztonságukat érintő, valamint az online csalásokkal kapcsolatos kérdésekre kaphattak tanácsokat, felvilágosítást a résztvevők. A lakásbiztonság érdekében például az ajtók
illetve kapuk bezárása, zárva tartása, hiszen az ő korosztályuk még olyan korszakban lett fiatal, amikor ez nem volt ennyire fontos, mint a mai világban, és kihangsúlyozni azt, hogy a bizalmatlanság nem bűn. Úgy kell élniük, hogy ezt a fajta bizalmatlanságot kellő mértékben alkalmazzák. Az előadó felhívta a figyelmet arra is, hogy az idősebbek kérhetnek tanácsot a fiatalabbaktól, alkalmazhatnak biztonsági rendszereket is. Hangsúlyozta például a riasztó és a pánik gomb használatát. Az előadás lehetőséget nyújtott interakcióra is. Az idősek kérdezhettek és tapasztalatot cserélhettek egymással. Több mint 38 ezer kép közül választották és állították ki Mojzes Péter váci fotográfus képét a Magyarország 365 elnevezésű versenyen. A különleges technikával készült felvétel a többi kiválasztott pályaművel együtt november 3-áig tekinthető meg a Városligetben. 6. alkalommal hirdették meg a Magyarország 365 fotópályázatot. Idén a korábbi 5 helyett már 6 kategóriában. A 2019-ben indított kezdeményezés célja, hogy bemutassák hazánk szépségeit és mindazt, amire Magyarország büszke lehet. A pályázatra profi és amatőr fotográfusok is nevezhetnek. A több tízezer kép közül a zsűri előválogatáson választotta ki azokat a fotókat, amelyek a promóciós anyagokba kerülnek, illetve amelyeket idén a Városligetben kialakított installáción állítanak ki. November 3-ig lehet megnézni a képeket, és tényleg ki van világítva. Szerintem egy jó esti program, mert szerintem tudja, hogy ilyen 10-ig, 11-ig biztos, hogy világítás alatt van a dolog. Talán még jobb is szerintem este megnézni, mert jobban kijönnek a képeknek a színei, a karakterük, a minőségük. Tehát azért tényleg jó minőségű installáció. A művész által most nevezett kép mind témájában, mind technikájában különbözik az általa eddig készített alkotásoktól. Ez a szokásomtól eltérően épített témát mutat. Ugye alapvetően természeti témákat fotózom, ez egy épített, konkrétan ez az úszpusztai romkápolna, ez a Somogy megyébe van, ugye a Balatontól délre. Egy nagyon-nagyon eldugott helyen, elég nehéz volt megtalálni, és igazándiból egy ilyen elég speciális technikával készült a kép, mert ez egy ilyen kamerán belüli multi-expo, ami azt jelenti, hogy több képet fotózunk egy képre. A kiállított képeket november 3-ig láthatják az érdeklődők a Városligetben. Régi új helyszínen, a Vigalmi Nagyszínpad helyén a Nagy Parkolóban várja a látogatókat a Dunakanyar Kézműves Fesztivál a hétvégén. Bár rövid idő alatt kellett átszervezniük, sikerült az eredeti terveket megvalósítaniuk, mondta el a Híradónak Loksa Levente, a főszervező. Október 11-én délután 16 órakor startol a háromnapos díjmentes sörfesztivál a Váci Duna parton. A Dunakanyar Kézműves Sörfesztivál még szeptemberben lett volna, de az árvíz és az időjárási körülmények miatt az előttünk álló hétvégére tették a szervezők. Nagy logisztika volt szeptember 21-én átszervezni így október közepén ezt a fesztivált, nem csak a fellépők miatt, hanem a teljes technika, gépészet és ugye a kiállítók miatt. De városvezetés is teljes segítségünkre volt, hogy hogyan oldjuk meg ezt a helyzetet. Ezt a segítséget megkaptuk, mi jó sok egy-két heti munkával át tudtuk szervezni az egészet, úgyhogy gyakorlatilag most így, hogy később lesz, azt kell, hogy mondjam, még nagyobb lett a fesztivál, mert nagyon sok kereskedőnek, kiállítónak jobb volt ez az időpont. A gyerekek és a felnőttek igényeire egyaránt gondoltak a szervezők, mind a programok, mind pedig a gasztronómia tekintetében, mondta el a Híradónak Loksa Levente. A gasztrokínálatunk az nagyon széles, és mivel sörfesztiválon van szó, itt legalább 50 féle sör lesz csapon, német, cseh, belga sörök, de lesznek házi sörfüzdék is, mint a Izmája, vagy a Ludasör, vagy a Palussör, tehát nagyon széles lesz a kínálat, mint a kis üzem és a nagy üzemi sörökkel telerakjuk most a fesztivált. A színpadon pedig minden műfaj gyakorlatilag felsorakoztatunk, hiszen lesz rockzene a Dirty Slippers személyében, akik Angliából jöttek nemrég haza, Beatles stúdiójában vettek fel dalokat, egy nagyon elismert magyar rockzenekarról van szó, de itt lesz a Krokodil is velük, már péntek délután.
de hát vissza kellett hívnunk 5 év után újra az Abba Szlovákiát, vasárnap záró koncertünk majd ők lesznek. De színpadon lesz a Desperado zenekar is, akik a Cosmixot helyettesítik az új időpontban. Szombaton a fiatalokra is gondoltak, a New Level Empire lesz este 20 órától a színpadon. Az önkormányzat pénzt, területet, infrastruktúrális és gépészeti segítséget nyújt minden évben az eseményhez, amely pénteken és szombaton este 11 órakor, vasárnap pedig 22 órakor zár. A pénteken érkező hidegfront jó 5 fokkal visszaveti a hőmérsékletet a Váci térségben, ennek ellenére kellemes őszi kiránduló időre számíthatunk a hétvégén. Napsütéssel indul a szombat, délután várható némi felhősödés, de esőre nem kell számítani. Vasárnap jellemzőbb lehet a változó égbolt, elvétve fordul elő csapadék, hétfőn reggel ködre lehet számítani. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió péntek esti híradóját látták. Híranyagainkat megtalálják a honlapunkon, az estv.hu oldalon, ahol online is nézhetik adásunkat, illetve a Facebookon és a YouTube-on is követhetnek minket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!